Na sziasztok, én a legszebb, és ma ismét 100 millió a tét lenne a 11. rész, most egyedül leszek, de hétvégén fel fogok Bencével megint venni egy részt, szóval az majd jövő héten vagy hétvégén akár fel fog kerülni a csatornára. Na mindegy, az a lényeg, hogy ma 100 millió a tét lesz. Szóval, mint ahogy a címből lehetett látni, ezt gyorsan akarom zavarni. Igen, a Mindside megint kitört egy balhét igazából, megint, hát úgymond kiverte a hisztit. Ugye ez történt 3 hónappal ezelőtt, erre viszont mi reagálni fogunk majd a Bencével, erre a kiakadásra, és elmondjuk igazából azt, amit Black vagy nem mondott el, vagy rosszul mondott el. Szóval én most nem szeretnék ebbe a videóba túlságosan kimenni, ebbe a témába, vagy belemenni. Szóval inkább maradjunk annál, hogy amit elmondtam, ugye. Na szóval igazából, ha jól emlékszem, az előző részben ugye Bence az, nem tudom, ládáját kinyitni, nagyon jó. És elvileg le van védve a területem, ha jól tudom, igen, le van védve. Szóval itt vagyunk a területemnél, ugye csupa tele van fáklyákkal, valaki ide épített egy házat, hát de menő, na nézzük ez mi. Szia Alex és Bence, ha baj, hogy ide építettem a házam, szóljatok vidébe. Nekem nem zavar, legalább jó kis falu lesz itt igazából, engem annyira nem tud zavarni. Na, szóval, legalább levédted? Mondd, hogy levédted. Jó, levédted, akkor jó. Nehogy valaki ide jönni, azt izé szétrolkodjon. Szóval, hát az. Láttalak, ott vagy. Szia! Hello! 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 Ó, itt is. Ide jön. Meghalsz. Mondom, meghalsz. Az igen, nem támadott meg, wow. Na, te viszont meg fogsz támadni, látom a szemeden. Gyere ide, úgy. Jó, akkor kaptunk egy jó kis mennyiségű pénzt. Szóval ebben a részben igazából szerintem menjünk bányászni egy kicsit itt az elején, közben beszélni fogok a szerverről, úgymond. Szóval a hétvégén fogjuk megnyitni, vagy tervezzük megnyitni ugye az OP Sky PvP-t. És a HCF pontosan most nem tudom mi lesz vele még, azt a Bence fejleszti. Én eddig az OP Skype-t csináltam a Silver Club mellett, ugye. Ugye aki nem tudná, a Silver Clubot én kezelem, a Skycraftot a Bence kezeli, a Combo Flight ugye a Máté, a Full PvP-t a Dávid, a sima Skype-t ismét a Máté, kit PvP-nk nincsen már, vagy van. Nem tudom, mert Máté ez egyszer kivette, nem tudom, hogy azóta visszarakta-e. Szóval így hirtelen nem tudom. Jó, de megijedtem, azt hittem, hogy felbagoltam. Hát ez nagyon érdekes volt. Jó. Ja, hát tényleg nem tudok levarkni blokkot. Hát pedig visszarakta volna, jó fiú voltam volna, vagy mi. Szóval igen. Na, az a lényeg, hogy kb. Itt elmondtam a fő szervereket, ugye a Skywars tényleg az a Bencé. És ennyi. Azt hiszem. Ja, meg az Old PP. Old PP az meg változó igazából, az enyém is, meg a Bencé is úgymond. Szóval azt igazából közösen hoztuk létre. Az tényleg egy ilyen, az inkább ilyen kell, hát nem tudom igazából, ja, ketten hoztuk létre. Szóval nekem igazából a Silver Club van jelenleg az Old PvP, úgymond. Most lesz ugye majd az OP Sky PvP, nem tudok beszélni. És, ja. Szóval a hétvége majd lesz live szerintem. Pontosan még, hogy miről az nem tudom, de szerintem megint ilyen eventezés lesz, vagy valami hasonlók, de majd live-ba eldöntjük szerintem a többiekkel. És akkor lesz, ami lesz. Na, szóval közben itt szerzem a pénzt egyébként, per ball, 10 millió dollárunk van, ugye a király rang, ha jól tudom, az 20 millió, szóval az még dupla annyi kell, hogy meglegyen. Ugye a láda nyitogatása sokkal több pénzt lehetne szerezni, viszont az unalmasabb szerintem. Jó, mondjuk ez mint nem lenne unalmas. Szóval, de értitek, szóval az azért mégis egy kicsit unalmasabb. Meg hát azt egy kicsit lejjebb fogjuk szerintem még venni.
Egy csomó ember elkezdett pánikolni a spam nevek miatt, igen, azon is akarunk majd valamit állítani, mert szerintem az rontja el az egész szervert. Szóval ez a szívekle volt, a spannerek rontják el igazából. De azon kívül amúgy szerintem, hát javult valamennyit a szerver 2016 óta, mert akkor volt ugye a szívekle ugye csúcsidőben, mert ugye aki nem tudta volna, a Csabinyó behirdette, csak akkor meg más probléma adódott, ami meg most nem adódna fel, de majd meg lesz oldva, hogy ezt majd megint pótolni fogjuk ezt a dolgot. Mindegy, az a lényeg, hogy a Silver Club volt akkor csúcsidőben, mindig egy 80-100-an voltak rajta az egész Funhubon, ott voltak a legtöbben, akkor voltunk ilyen 200-an, ugyanúgy, mint most, na, most nem 200-an, inkább 250-en, én azt mondanám. Hétvégén meg ugye elszoktuk élni lazán a 300 játékost, és akkor most ugye meg az a célunk, hogy feljussunk még egy szintre, ez a 400 játékos. Ez viszont már tényleg több munka kell, de hát most itt jön a év vége fele, lesz mindenkinek ideje, mert eddig igazából nekem legalábbis a tanulás miatt nem volt időm, mert így hát így a január, meg a február, nem a február, inkább a január az borzalmas volt számomra, szóval ott egyfajta javítani minden tantárgyból, meg minden, ez az utolsó esély úgymond, hogy fél évkor jól legyél, mert ugye én egyetemre akarok menni, akit nem tudná, és akkor oda még a fél évi átlag is jó kell, hogy legyen. És hogy mondjam, és azért kellett javítanom egy csomót, meg egy csomó tantárgyból ugye iratot verünk a tanár, és akkor ú, de jó, meg izé hozé. Meg azt imádom, amikor a matek talán így bejön, és akkor hát akkor írjunk gyerekek, igazából azt ígértem meg, hogy csak pár ember fog írni, aki zavart az előző órát, de azért tudjátok, mindenki szopjon, hát miért ne? Ezt imádom benne. Na mindegy. Hány perc vagy a videó egyébként, csak így tudjam azért. 7 perc, jó, laza. Per bal. 10. Mennyit szereztünk ennyi időt? Csak 100 000. Wow, hát ez very nice, jó. Ahon 8K-ért Pixpannert veszek. Hú, de jó vagy, tesó. Na, a házat igazából nagy Bencével szeretném alakítani, mint régebben, ugye? Most igazából, mit csinálok én? Szóval, azt szeretném igazából csinálni most, hogy mindig azt akarom kinyitni. Szóval, Zafi. Oké, I like it. Azt akarom csinálni, hogy gyűjtegetni ládákba érceket, ugye meg ezeket, és akkor még egy boltot majd létrehozni, mint annó. Meg amúgy is új spawn lesz a szíveklőben, aki nem tudná. Már a terv megvan, már csak meg kell valósítani, és meg is lesz valósítva egy idő után. De meglátjuk, hogy mikor, szóval értitek. Feljött véder, ahogy látom. Na, igazából itt a házban nem, tényleg nem tudok túl sok mindent csinálni. Amit viszont tudok csinálni, hogy keressek cukornádat, meg ezeket. Hiszen ez majd kell a jövőben. Na látjátok, ide jött még egy pár ember, ha jól látom. Hello, it's me, Donald Trump. Na. Meg hát, én nyelvvizsgázni szeretnék majd jövő hónapban, az a terv egyenlőre, de nem tudom még. Ez igazából rajtam múlik, már lerakhattam volna a nyelvvizsgát januárban is, csak őszintén, hát lusta is voltam, meg kell vallanom, meg hát nem tudott annyira érdekelni még ez a dolog, meg hát most úgy voltam bele, hogyha ennyi idő után nem felejtettem el angolul, mert aki nem tudná, 8 évig laktam külföldön. Azért is lehet, hogy beszélek ilyen furcsán, ezt még én sem tudom, hogy miért beszélek egy kicsit furcsán, de lehet, hogy ezért, nem tudom. De az a lényeg, hogy angolul igazából szinte anyanyelven tudok beszélni, megérteni az a legjobban megy igazából, szóval egy szövegmegértés, hogy valami. A beszéd ezek kicsit, hát gyengébb, mint a anyanyelv, de az is jól megy. Szóval megértenek engem az angolok, az a lényeg, elég durván.
Hello guys, what's up? Hú, de csúnyák vagytok. Hát ezeket megöljük mindjárt. Ja. Igazából azért beszélek ilyen off témákról, hogy legalább ti is megismerjetek egy kicsit. Meg is tudjátok, hogy milyen vagyok. Meg ilyesmi, szóval tényleg új nézők is meg tudjanak ismerni. Nagyon rég volt ilyen, videó, hogy minden játék közben mesélek magamról. És csak igazából, hát a játékra is figyelek, de nem annyira. Viszont majd, amikor Bence itt lesz, akkor mondom, házat építünk. Túlgáz. OMG boy. Ja. Szóval ez lesz, hogy igen, ez a terve egyenlőre, hogy jövő hónapban le fogom rakni a nyelvvizsgát. De hát, ja. De hát, ja, olyan jó mondatokat létre tudok hozni, hogy még csak na. Na mindegy. Miért szerettem volna még beszélni? Ugye, én picit én, még a tervek, amit meg akartam még említeni, hogy az old PvP tényleg azzal akartunk valamit kezdeni, mert az egy nagyon jó szerver egyébként. Szóval, szerintem az lesz, hogy mindenkinek a cuccát törölni fogjuk, a top listát is. Nem azért, mert utáljuk a jelöltékosokat, vagy valami, de hát szerintem azért be kell valni, és szerintem azért hagyta egy csomó ember abba, mert már megvan minden cucca. És update-elni is akarjuk egy kicsit, szóval pár dolgot belehozni, de mégse elrontani, szóval én véleményem szerint, ez csak az én véleményem, a Skycraft például azért lett úgymond elrontva, mert túl sok minden lett egyszer benne. Szóval annyi minden benne lett, hogy nem olyan, mint a Skycraft, ami régen volt, ugye. És ezt az old PvP-nél én legalábbis nem szeretném megint elkövetni, hogy csomó dolgot belerakunk, meg ilyesmi. Szóval inkább akkor egy-két dolgot fogunk belerakni. Na. Szerintem egy kicsit kevesebben vagyunk, mint átlagban, 30-an szoktunk lenni. Lehet, hogy, azért is, mert ezt nem említettem meg. Történt egy kis baleset, és hát az adatbázisban egy pár dolog eltűnt, azaz a rangok pontosabban, és ezért aki február 28-a előtt vásárolt rangot, azaz egy hettel, de hát pontosabban a mentés március 5-én jött vissza, szóval aki abban az 5 napban vett rangot, vagy hát vett, igen, szóval vagy LDSMS-sel, vagy valahogy, ó, ez mit? Ó, valaki kopiszta az ötletünket. Na mindegy. Szóval, aki vett, az írjon a Facebook oldalunkra, ott van leírásban. Az IP is a leírásban van, és a verziószám és a textúra, az a kettő nagyon fontos, mert minden videó alatt megkapom. És azokra nem is szoktam őszintén válaszolni, mert ott van a videó leírásában, nem hinném, hogy olyan nehéz megnézni. Szóval, igen. Ugye köszönöm, hogy megnéztétek, és akkor a következő videó az egy kicsit komolyabb lesz, ugye ez inkább egy beszélgető videó volt, de közben azért valamit játszottunk, valamit haladtunk, de tényleg csak a szöveg volt úgymond a fontos, mint hogy a játék. De mondom, hétvégén Bencével akkor belecsapunk ebbe az egészbe, felveszünk legalább 3 videót, és akkor az lesz, elég lesz a héten, vagy 2 hétig akár. Na mindegy, köszönöm, hogy itt voltatok, nyomjatok egy lájkot, 50 lájk után akkor jön a következő rész, és akkor nyomjatok egy feliratkozást, köszönöm, hogy itt voltatok, és majd akkor várjátok a következő videót, sziasztok!